Sziasztok! Hirtelen ötlettől vezérelve, egy új koncepció, simán csak telefonnal felvéve, itt Kaposvár ott az állomás fölött ível át, ez a gyalogos híd, és ha erre felmegyünk, akkor egy nagyon szép körbetekintő videót lehet csinálni, egy rövid kis snittet a kaposvári intermodális csomópontról, ami néhány éve épült ki, és ugye a vasútállomás és az autóbusz állomás gyakorlatilag egymás mellé került, és akkor ez egy ilyen, egyúttal egy ilyen lift spotting lesz, és körbetekintő, úgyhogy hát reméljük, hogy a vasúti lift nem fog minket megtréfálni, nem lesznek benne UFO-k, és nem fogunk beragadni, mert azért a vasúti liftekben az ember nem feltétlenül minden esetben bízik. Ugye már volt olyan videóm, amikor hónapok óta nem működött a felvonó valamelyik vasútállomáson, de ez láthatóan működik. Egyébként azért is jutott eszembe, mert láttam, hogy használják az emberek, és akkor itt záródik rám az ajtó. Jaj, félek. Tudjátok, egyébként azért jó az üveglift, ez mondjuk nem olyan, mert abban egyszerre lehet klausztrofóbiád és tériszonyod. Ennek csak az ajtaja üveg, úgyhogy most fölértünk, és akkor itt indul a körbetekintő. Megnézzük, most a felvonóval följöttünk, és most megnézzük a levonót, ami lemegy. Hehe, nagyon rohadt vicces vagyok. Így, és fölötte van egy ilyen indulási tábla, ami viszont ugye a digitális felvételen összegerjed, az interferencia miatt nem látszik jól. És akkor itt egy ilyen nagyon kellemes kis gyaloghíd, sőt nem csak gyaloghíd, hanem kerékpárút is van rajta. Úgyhogy innen végzünk egy ilyen kis körbetekintést, egy ilyen kis röpke körbetekintést. Egyébként a vasútállomás mögött arra van a strand, és megnézzük innen is az állomást. Van egy kis szél, úgyhogy keveset fogok pofázni. Hát ott az ÖBB és Taurus a gabonavonattal, ott előttünk a vasútállomás, és akkor itt a Kaposvári Közlekedési Központ van itt a liftház oldalán, de ezek szerint nem csak lift meg lépcső van, hanem ilyen rámpás csiga feljövő is, hogy kerékpárral is fel lehessen jönni. És akkor most itt a kerékpáros forgalmat enyhén megzavarva megmutatjuk az autóbusz állomás oldalt is. Tőlünk balra találhatók a vidéki kocsiállások, és jobb oldalon pedig a helyi járatok. Hát ugye ilyenkor viszonylag üres vasárnap délután a buszpályaudvar, kicsi a forgalom relatíve, mármint a munkanapokhoz képest. És akkor itt is van egy indulási tábla, amit mindjárt megnézünk, de ez is összegerjed, úgyhogy nem nézzük meg, hanem megnézzük, ahogy egy ilyen jó kis emeletes busz ide beérkezik, és utána majd vetünk még egy pillantást a hídra, erre a szépen felvirágozott hídra. Itt egy ilyen jó kis, mi ez, MAN emeletes kocsi. Szembe velünk ismét a vasútállomás, ott a távolban a gőzös is látható, ami a spottingos videóban közelről vágóképekkel is fel volt véve. És még egy ilyen emeletes kocsi, ez nem tudom milyen, nem értek a mai busztípusokhoz. Tehát akkor egy ilyen szép kis körbetekintést, állítólag csúszásveszély van, hát nem tudom, hogy esőben vagy csak hóban csúszik a dolog. Tehát ilyen nagyon szép zöld, ilyen bokrokkal, meg ládás növényekkel. Itt is ki van írva a csúszásveszély, és itt mennek keresztül a különféle turista utak. Ugye a Zselic felé, illetve hát a másik irányba pedig a Somogyi dombság felé. No, hát szerintem ez a videó ez ennyi volt.
Köszönöm, hogy ezt is megnéztétek, remélem tetszett ez a koncepció, és akkor itt az összegerjedő indulási táblával fejezzük be ezt a mai snittet. Köszönöm, hogy itt voltatok, sziasztok, csüssz!